Szavaztok, szép jó napot! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit ma is. Egy csodálatos, egyszerű, hazamentek, és pillanatok alatt megvagytok vele. Kolozsvári pulyka mellett fogunk elkészíteni. Látjátok a hozzávalókat, de el is mondjuk nagyon gyorsan. Föl fogunk használni 2 darab, ez van körülbelül 80-90 dekagram pulykamell. Ugye ezek ilyen bébi pulykák, kisebb pulykáknak a mellei, de természetesen, ha nagyobbat kaptok, abból is ki tudjátok vágni a szeleteket. Szükségünk lesz egy nagyon pici libazsírra, petrezselyemre, tárkonyra, vegyes színes borsra, akinek nincsen, az törhet rá nyugodtan fekete borsot, sóra, kolozsvári szalonnára. Ezt a kolozsvári szalonnát egy kicsit dúsítottam egyébként angol szalonnával, mert volt itthon, tehát ez egy ilyen kevert verzió, de ha sima kolozsvárit kaptok, és csak avval készítitek el, teljesen tökéletes. Egy kevés száraz fehérbor, paradicsom, hagyma, fokhagyma, és tejfölre lesz szükségünk. Pillanatok alatt egy olyan ételt tudunk varázsolni, hogy megnyaljuk mind a 10 ujjunkat. Egy kevés rizsköretet fogok hozzá készíteni, de hát a rizs ugye fönn van, meg tudjátok nézni, azt most külön nem fogjuk fölvenni nektek. Ízlítom a tűzhelyet, és kezdjük az ételt. Míg melegszik a tűzhely, ugye a lábossal együtt, addig gyorsan pár pillanat alatt megmutatjuk nektek a pulykamellnek a szeletelését, pontosabban, ahogy én szoktam vele dolgozni. Ugye ez egy pici pulykamell, de hát ha nagyobb a pulykamell, ugyanez az eljárás. Lényegében vághattok ilyen sima, szimpla szeleteket, ugye ezek ilyen kis 5-6 dekás szeletek, de vághattok például ilyen teljesen nyitott szeletet, amit egyébként kikloffolva mondjuk 2 nejlon között, gyönyörű szépen majdnem a duplájára ki lehet kloffolni, és akár meg lehet tölteni. Tehát ezt már ti válasszátok ki, hogy melyik a szimpatikus, ugye lehet simát, duplát vágni, és tényleg nagyon-nagyon szépen be lehet tölteni vele. Ugye most mi jelen esetben ezeket az 5-6 dekás szeleteket fogjuk alkalmazni, de persze ezt is nejlon között ki fogom verni, és ennyi az egész, ugye a 2 pulykamellből egy jó néhány szelet így ki fog jönni, és kellemesen fel tudjuk használni. Felhevítettük a libazsírt, ugye akinek esetleg nincsen, az nyugodtan sertészsírral is el tudja készíteni, de itt a libazsírnak tényleg az a jelentősége, fantasztikus illata és zamata lesz az ételnek. Miután fölhevítettük, bele fogom tenni a kolozsvári szalonna angol szalonnát, de ugye mondtam nektek, akinek nincsen, nyugodtan csak kolozsváival dolgozhat, és itt a lényeg most, hogy alaposan ki fogjuk sütni, pörcösre, ropogósra fogom sütni. Miközben sül a angol szalonnánk és a kolozsvári szalonnánk, addig gyorsan összevágjuk a hagymát. Igaz, már hagymavágást láthattatok párszor, azért gyorsan megmutatjuk ennél a receptnél is, de ugye a hagymavágás videó is fönn van az oldalon, meg tudjátok azt is nézni. Igazság szerint itt most nem nagyon finomkodom, egy közepes, vagy mondhatnám, enyhén gorombára vágom a hagymát. Ugye ez az étel még fog főni egy keveset, tehát teljes mértékben nekünk ez az állag meg fog felelni. De aki még ennél is finomabbra szeretné, az természetes. Egyébként nézzétek meg, tehát eléggé finom ez a hagyma, azért annyira nem durvultunk el. Fokhagyma. Egyszerűen megfogom, ráteszem a kést, és megroppantván ennyire összesen fogom összevágni. Itt ez a méret nekünk teljesen meg fog felelni. Megteszem az utolsóval is, és esetleg ennyire még rá lehet menni. Ezt én hozzáhúzom a vörös hagymához, hiszen egyszerre jön, pár másodperc múlva már szalonnához. Fantasztikus illatok, fantasztikus látvány, mint ti is láthatjátok, gyönyörű, szépen kisült a szalonnánk, angol szalonna, kolozsvári szalonna, hozzá fogom tenni a hagymát, fokhagymát, és tovább fogom vele körülbelül pirítani egy 2-3 percig. Ugye egy kicsivel több zsíradék van, mint látjátok, de hát ugye ez szándékos, mert miután megpirult ez a kis egyvelegünk, én ki fogom szedni szűrőkanállal, és ugye már csak a natúr zsíradék fog alatta maradni, és oda meg ráhelyezzük a pulykamelleket, amit szépen egyenként, egy 1-1 perc oldalanként ki fogunk sütni, félretesszük,
és természetesen mutatom a továbbiakat, de addig is megmutatom nektek a hús kloffolását. Nagyon gyorsan kiklofolunk két szelet húst, kiklofolunk egy nyitott szeletet, kiklofolunk egy sima natúr szeletet. Egyszerűen fogtok egy nejlon, mint látjátok, ugye én ezt megfeleztem, ezt a nejlont, egy dupla nejlonból csináltam egy darab nejlont, szépen ráhajtjátok, és nagyon óvatos mozdulatokkal, ugye a pulykának hozzáteszem nagyon-nagyon érzékeny a rossz szerkezete, tehát éppen nagyon-nagyon lazán, és látjátok, nejlon alatt abszolút nem tud megsérülni a hús, és gyönyörű, szépen ki lehet kloffolni. Ugye ezt a húst már, ha gondolnátok, lehetne egy gordon vagy akármilyen módozatra betölteni. Hogyha úgy érzitek, még jön errefele a hús, akkor visszahajtjátok, most látjátok, gyönyörű, szépen tovább lehet menni. Akár ezt a pulyka nyitott szeletet, hajszál vékonyra, ki tudom kloffolni, úgy, hogy nem szakadt el. Ugye innen is lehet egyet menni még. Teljesen tökéletes, nézzétek meg, kiemelem, és egy fantasztikus, gyönyörű szép nagy szeletet tudtunk kapni. Itt most egy nagyon picit eltéptem, de nem számít, tehát ezt már lehet akár göngyölni. Ugye a másik húsnál, és lényegében hozok én még egyet ide, hogy lássátok, vagy ide esetleg még hármat is lehet hozni, három kisebb darabot, és úgy szintén nejlon között ki lehet venni, potyog egy fokhagyma, nem számít, potyog egy kis habverő, nem számít. Na, és mint láthatjátok, tovább nem is húzom az időt, kaptunk gyönyörűséges három szelet pulykahúst, amit le fogok sózni, le fogok borsozni, ugye rátöröm ezt a vegyes színes borsot, és már legközelebb megint csak a lábasnál találkozunk. Pulyka már előkészítve teljes mértékben, látjátok, ebbe a kis edénybe én már kivettem a piros lábasunkból a hagymát és a szalonnákat, ugye ez teljesen le van szűrve, pontosabban lecsöpögtetve, és a maradék zsíradékon, mint látjátok, a piroskába szépen elkezdem egyenként kisütni a húsokat. Ez ilyen oldalanként egy-egy perc, tehát nem fogjuk kiszárítani, nem fogjuk halálra sütni, egyszerűen mind a két oldalát csak egy-egy percre belehelyezem, el fog tűnni a nyers állag, ugye egy kicsit össze fog ugrani, már szedem is ki, az a lényeg, mindegyik hússal így eljárunk, és utána mutatom ismét nektek a folyamatot. Miközben gyorsan sülnek a pulyka mellek, pár másodperc alatt, igaz sok videóban mutattam, én hogy szoktam leszedni a paradicsomnak a héját, ugye megfeleztek egy paradicsomot, utána cikkekre vágjátok, és egyszerűen egy ilyen mozdulattal lehúzzátok a héját. Ugye a héja ebből az ételbe se kerül bele, mint sok ételben állam nem, és egyszerűen ennyi volt a történet, le van héjazva. Most megfogunk egy kést, és körülbelül megmutatom ebben a receptben, ilyen apró méretre fogom összevágni, hiszen miközben össze fogjuk forralni majd a fehér borral a húsunkat, akkor maximálisan ez szét fog főni már benne. Akinek esetleg nincsen friss paradicsom otthon, se baj, akkor nyugodtan mondjuk egy ilyen kis teáskanálnyi paradicsom pürét is beledobhat, semmi baj nem lesz. Na, ennyi a történet, ezen még egyszer így át lehet menni, ez így kerül nem sokára hozzá az ételhez. Megsült az utolsó széria hús, mint láthatjátok, és én ide kipakoltam a többit, most az a folyamat, hogy szépen visszafele elindulunk, és egy ilyen kis rétegrendbe visszahelyezzük a húsokat a szalonnával, a paradicsommal, és menet közben tárkonnyal operálunk, tárkonnyal fűszerezünk. Na, hát láthatjátok a szalonnás alapunkat, szalonnás hagymás alap, teszünk egy kis réteget ide, teszünk egy nagyon pici paradicsomot, tökéletes, szórunk egy nagyon pici tárkony bele, jöhet a többi hús hozzá. És nagyon-nagyon kafa illat van.
egy kis szalonnás hagyma. Igazi bombázó magyaros étel, amit mindenkinek ajánlunk. Mint íze, mint kinézetre, nagyon-nagyon csinos. Jöhet egy pici tákon ismét, tákonya a módjával mondjuk, mert tudjátok, nagyon intenzív, de pompás íztad az ételünknek. Jó, jöhet még egy kusi. Jöhet a kellemes szalonkás alapunk. Jöhet most már a maradék paradicsom. Ebből nincs is több. Ismételtem az utolsó három húsit ráhelyezem. És nézzétek meg ezt a bombázó kis pecsenyelét. Mindenképpen hozzá fogom csorgatni. Ez nagyon nagy kincs. És ami marad benne, az pár szelet kenyérrel is fogjuk tunkolni. Jöhet a szalonna réteg, a hagymás szalonna. Ismételtem a tetejére egy nagyon pici tákony. Most fogok alkalmazni körülbelül egy olyan másfél deci fehérbort, száraz fehérbor mindenképpen, javasolhatom, és még föl fogom önteni egy 2,5 deci vízzel körülbelül. Szépen el fogom rendezgetni, hogy nagyjából azért legyen meg a takarás. Rá fogom tenni a fedőt, és körülbelül egy ilyen jó 15 percen keresztül takaréklángon fogjuk főzni. Miután ez megtörtént, jövünk a tejföllel, petrezselyemmel, menet közben megfőzöm gyorsan a rizst, és már csak tálalunk a legvégén. Kezdtünk ahhoz a periódushoz, de egyébként már most fogyasztható lenne ez az étel, tehát javaslom is, aki esetleg nem szereti a tejfölös megoldást a végén, az már csak egy jó kis csipet petrezselymet beleszól, és így is egy galuska, egy rizs mellé már fogyasztható ez az étel, de mi most fogjuk megkoronázni, látjátok, egybe tettem a tejfölt már petrezselyemmel, egy kis forró levet ki fogok halászni, gyorsan össze fogom forgatni vele, ez pár mozdulat, és tesszük is vissza a húshoz. Na, mehet is hozzá egy másodperc, csak alitól egy kis helyet kértem. Tökéletes. Egy nagyon picit össze fogom forgatni, hogy mindenhova jusson. Egy összeforralás, ez körülbelül pár perc csak, 4-5 perc. Ez már teljesen kis lángon történik, és jövünk vissza, ahogy ki volt tálalni. Elkészült a kolozsvári pulykamell, és ugye, mint láthattátok, így összességében tényleg egy 35-40 perc alatt ebbe benne van a rizs elkészítése is, kitálaltuk az ételt, és azért is mondtam nektek, hazamentek, nincs sok kedvetek ehhez ahhoz, hát ez pont egy olyan étel ismételten, amit hirtelen össze tudtok ütni, és egy bombasztikus kis étel tudtok az asztalra varázsolni. Most ebből a pulykából kb. Egy a 20-21 szelet jött ki, ez nekünk két napos étel lesz, tehát úgy is főztem minden most, hogy ezt két napig fogjuk elfogyasztani. Megmutatjuk nektek a lábost, hát egy nagyon kellemes tartalom keletkezett, ugye hagyma, fokhagyma, kolozsvári szalonna, angol szalonna, a fűszerek, ugye ez a kellemes kis száraz fehérbor, a tejföl, egy nagyon kellemes, finom ízhatást biztosított nekünk ennél az ételnél. Kitálaltuk az ételt, ugye itt egy nagyon pici kis ragú tartalmat tálaltam csak rá, most szándékosan nem locsoltam tele, de egy kis szoszébe kihelyeztem mellé egy kis szaftot is, és a másikba egy nagyon pici tejföl, ezt most nyakon fogom önteni vele nyilvánvaló, ugye hát ezt így szaftosan kell elfogyasztani, itt csak azt szerettem volna nektek megmutatni, hogy ez a nagyon finom kis szalonnák hogy helyezkednek föl, és egy kicsit tudjátok be is sűrűsödött a hagymától, fokhagymától, tejföltől átforraltuk, egy nagyon kellemes sűrű szaftot kaptunk úgy, hogy semmiféle sűrítő anyagot nem kellett hozzátennünk. Na, hát megfogom, nézzétek ezt a kis finom szaftot, egy picit meg fogom borítani vele, ugye ez már itt a tálalás része, csak szándékosan nem csurgattuk tele, ennyi volt a történet,
és a végén ráhelyezek éppen egy nagyon pici kis tejfölt, akinek így szimpatikus, fogyassza így, akinek nem esetleg az tejföl nélkül is el tudja fogyasztani, és kedves egészségetek, előre is mondom, készítsétek el, fogadjátok nagy-nagy szeretettel tőlünk, fogyasszátok nagyon jó egészséggel, remélem ebből a kis recepttel is tudtunk nektek segíteni. Roppant egyszerű, roppant gyors, és ha én készítem, ha bárki készíti, ez egy pompás étel. Na hát nagyon szépen köszi, hogy megnéztétek a videót, vigyázzatok magatokra, és jövünk a legközelebb is már az újabb videókkal. Szavaztok!